Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, a TV Ajka híradóját látják december 19-én hétfőn. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Adventi gyertyagyújtás, nyugdíjas karácsony, bőrbevart gondolatok, Diénes Kinga kiállítása. Ríder András, a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatója gyújtotta meg a negyedik adventi gyertyát december 17-én. Advent utolsó vasárnapjának előestéjén az iskola énekkarának tagjai adtak ünnepi műsort az agórán. Bakos Frigyes Esperes, az intézmény lelki vezetője szólt arról, hogy az adventi időszakban megtanul az emberiség várni. Várakozni egy csodára, Jézus megszületésére. Ahogy haladunk előre az időben, úgy lesz egyre több fény, minden hétvégén egyel több gyertyát gyújtunk. Advent az elcsendesedés, az önmagunkba fordulás időszaka. A bűnbánaté, a lelki megtisztulásé. Minden gyertyagyújtásnál sokan vannak jelen, az utolsónál már tömeg volt. A program végén Kovács Viktor evangélikus lelkész, Sándor József református lelkész és Bakos Frigyes megáldotta a jelenlévőket. Az idén hatodik alkalommal gyűltek össze a csertelepiek a játszótér mellett, hogy együtt öltöztessék díszbe a fenyőfát. Minden karácsonykor felállítanak egy karácsonyfát csertelepen. Így volt ez december 18-án is. A hatalmas fenyőt idén Ferenczi Sándor adományozta. Puskás Károly Padrakút városrészének önkormányzati képviselője mellett a Retro Klub vezetője Galambosné Cibor Lívia segédkezett a program megvalósulásában. Ő köszöntötte a helyieket és a vendégeket, majd mondta el ünnepi beszédét, amelynek végén kalória túltengésben gazdag karácsonyi ünnepeket, valamint derülátó, szilveszteri sóhajtást és elképesztően mázlista új évet kívánt mindenkinek. A műsorban közreműködött még a Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub, illetve a Nyugdíjas Baráti Kör, akik vidám karácsonyi énekekkel alapozták meg az ünnepre való ráhangolódást. A hideg ellenére sokan kijöttek a térre nagy pakkokkal. A táskákból sütemények és csomagok kerültek elő, mindenki hozott valami édességet és egy kis díszt, amit a közös fára akasztottak. A hidegben nem maradhatott el a fűszeres forralt bor és meleg tea, ami jobb kedvre derített mindenkit ezen a szomorkás, esős délutánon. December 15-én megtelt a kaszinó nagyterme, az Életet az éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete ünnepelte a karácsonyt. A megjelenteket a hagyományőrző Regős Nyugdíjas Klub kórusa köszöntötte karácsonyi dalokkal. Dr. Horváth József alpolgármester az önkormányzat nevében köszöntött minden szép korút. Ünnepi köszöntőjében arról is beszélt, hogy Ajkán mindenkinek lehetősége van arra, hogy aktív nyugdíjas életet éljen. Számos klub és program között választhatnak. Járhatnak kulturális csoportokba, sportolhatnak, kiváló természetjáró csapat tagjai lehetnek. Aki segítségre szorul, számíthat a városra. Az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége Ajkai Szervezete elnöke, Zábrák Béla köszöntőjében mindenkinek szeretetben eltöltött boldog karácsonyi ünnepeket kívánt. A köszöntők után vers, próza, zene következett, majd a Regős és a Harmónia Nyugdíjas Klub kórusa karácsonyi köszöntő dalaival folytatódott a program. A Harmónia Klub dalosai a közönséget is megénekeltették. A műsort követte a gyaloglónap eredményhirdetése, valamint a résztvevő kluboknak és segítőknek az ajándékok átadása. Cingler Sándor, az Életet az éveknek Országos Szövetség sportért felelős alelnöke elmondta, hogy az országos versenyt Ajka nyerte meg. A városból 276 nyugdíjas indult útnak az esős, hideg és szeles napon október 6-án délelőtt. Jövőre ismét megszervezik a programot, már az időpont is ismert, október 5-e. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Cantabile Vegyeskart december 14-én ismét adventi hangversenyt szervezett. A város legfiatalabb kórusát Eisenágel Erika, a Bród Imre gimnázium énektanára vezeti. Idei műsorukat Pretorius Szép vagy muzsika című dalával kezdték. Ismeretlen szerzőtől adták elő az Alta Trinita című éneket, majd egy Berkesi Sándor feldolgozást énekeltek. Az első blokk befejezéseként az Ó gyönyörű szép titokzatos éj kezdetű miseéneket adták elő. Néhány meghívott szólistának is lehetőséget adott a kórusa bemutatkozásra. Így Magvas Hanna hegedűjátékában, Pirikata zongorázásában gyönyörködhettek a zenekedvelők.
Pap Zoltánné rendkívüli hegedű játéka és Friedrich Hanna zongora játéka is szórakoztatta a nagy érdeműt. Ki kell emelni Németh Szvetlana zongora kíséretét, hiszen az est folyamán nem csak a hangszeres szólistákat, hanem a kórust is kísérte. A Cantabile második blokkjában először egy népszerű ír népdalt adtak elő, majd a Csillagfényes csöndes éjjel és az Égi Szent békejöjj című énekkel folytatták műsorukat. Befejezésül Sárpentyié Te Deumja csendült fel nagyon szépen, elismerést aratva. A műsort Piri Máté Vas Albert soraival színesítette. Befejezésül a kórus saját sütésű karácsonyi süteményekkel kínálta a hallgatóságot, és családias beszélgetéssel zárult az est. December 17-én a közösségi ház előtt található fenyőfát díszítették fel a Csingervölgyért Egyesület tagjai. A civilek december 17-én tartották a programot. A megjelenteket Gerencsér Hilda elnök köszöntötte, majd a résztvevők karácsonyi dalokat énekeltek. Az Egyesület játékkal és édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. Az ünnepségen részt vett Dorner László önkormányzati képviselő, aki szintén ajándékkal kedveskedett a csoportnak. December 16-án Bőrbevart gondolatok címmel nyílt meg Diénes Kinga kiállítása a Szabadidőközpont kiállító termében. A Magyar Polányban élő alkotó két éve foglalkozik bőrképek készítésével. A megnyitón Nagy Sándor mondta el Diénes Kinga Születésnapomra című versét. Köszöntőjében Nemes László festőművész, az alkotó és férje Diénes Attila szobrászművész régi barátja elmondta, hogy Kinga nem végzett művészeti egyetemet, a közeg, amelyben él, tette alkotóvá őt. Bőrrel, azzal a kemény anyaggal nehéz dolgozni. Az alkotó eszköze az olló, a tű, a cérna és a legfontosabb a varrógép. A Magyar Polányi Ház első szobájában, Kinga műtermében csodák születnek. A képek hangulatokat, érzelmeket, gondolatokat fejeznek ki. A kiállítás kurátora Csabai Tibor grafikus művész, művésztanár volt. Az alkotások január 19-éig tekinthetők meg. December 16-án a Városi Múzeumban a Bodza együttes koncertezett. Az együttes két éve alakult a Sonvirágok együttesből. Repertoárjukban jobbára feldolgozások, illetve megzenésített versek szerepelnek. Az adventi koncerten ezekből hallhatott egy szépen felépített összeállítást a közönség. A Konzsuzsától már jól ismert József Attilának a Bolyongok című megzenésített verse után hangos vastaps váltotta fel az előadókat, akik az utolsó dallal békét és reménységet kívánva búcsúztak el. Kedves nézőink, a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket, következzen programajánlónk. December 20-án kedden 16 óra 30 perckor a Bródy Imre Gimnázium énekkara ad adventi hangversenyt a belvárosi Jézus Szíve templomban. December 20-án kedden 17 óra 30 perckor tartja a jótékonysági hangversenyét a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola a Tósok Berendi Szent István Király Római Katolikus templomban. December 28-án szerdán 18 órától rock karácsony lesz a kaszinóban, az Ajka Rock Band, a Requiem és az Iron Bird zenekarokkal. December 31-én szombaton 22 órától hajnali 3 óráig tart a szabadtéri szilveszter az Agórán. Híradónk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, a TV Ajkát a YouTube-on is megtalálhatják, és ott visszanézhetik műsorainkat. Következzen az időjárás jelentés, viszontlátásra! Kedden a hajnalban képződött pára és kötfoltok feloszlása után a várhatóan felhős időben több-kevesebb napsütésre készülhetünk. Csapadék nem alakul ki. Mérsékelt lesz a keleti szél, -3-2 fokra melegszik a levegő. Szerdán szikrázóan napos, de hideg időre számíthatunk. Fátyol felhő is alig lesz az égen. Csapadék kialakulása nem valószínű. A délkeleti szél mérsékelt lesz. A hőmérséklet csúcsértéke -2-3 fok között alakul.